Szavasztok! Ismét egy szokatlan tartalom a csatornán, de mivel ez a téma visszatér különböző csoportokban, úgy gondoltam, megéri készíteni erről egy dedikált videót. Rendszeresen látom a különböző fórumokon, hogy játékosok kérdezik, hogy egyes szervezők miért kronóznak a játékos saját BB-jével és mérnek Zsult, ahelyett, hogy ők is a 0-20-as BB-vel FPS-re mérést alkalmaznák, mint ahogy azt egyébként az elmúlt években, évtizedekben alkalmazták. Illetve ez a kérdés gyakran heves vitákba torkollik, szerintem elsősorban azért, mert a résztvevők nem igazán értik a két mértékegység közötti különbséget, illetve az sem segít ezen a helyzeten, hogy a szervezők részéről sincs ebben a kérdésben egységesség, illetve egyetértés. Először is tisztázzuk azt, hogy mi a két mérés közötti, illetve a mérések eredményéül kapott mértékegységek közötti különbség. Amikor 0-20-as BB-vel FPS-re kronózunk, azzal gyakorlatilag csőtorkolati sebességet mérünk, azt mondjuk meg, nagyon leegyszerűsítve, hogy a BB adott idő alatt mekkora távolságot tesz meg. Amikor saját BB-vel Zsúra kronózunk, azzal a csőtorkolati energiát mérjük, ez nem más az adott pillanatban, mint a csövet elhagyó BB mozgási energiája, vagy kinetikus energiája. Ez az érték a definíció szerinti alapegyenlet alapján két változóval is számol, az egyik a sebesség, a másik pedig a tömeg. Ennél fogva a saját BB-vel Zsúra kronózás egy sokkal pontosabb, relevánsabb képet fog arról alkotni, hogy az adott játékos mekkora energiát hordozó lövedékekkel fog a pályán játszani. És ez itt a lényeg, ezt a különbséget kell megérteni, hogy nem a fegyvert kell mérni, ez alapból egy hibás szóhasználat, hiszen a fegyver ereje az csak egy tényező a kettőből, arra vonatkozólag, hogy a kilőtt BB valójában mekkora energiát hordoz, illetve ezáltal mekkorát fog a becsapódáskor ütni. Van még itt egy fogalom, amiről érdemes itt beszélni, ez pedig nem más, mint a lendület. Hogyha a saját BB-vel mért lendületeket kiszámoljuk, összehasonlítva azzal, mint hogyha 0-20-as BB-vel FPS-re kronóznánk, itt a különbség még sokkal szembetűnőbb lesz. Mindjárt mutatok ezzel kapcsolatban példát, amit saját méréseim alapján készítettem ehhez a videóhoz. Na de miért fontos ez, hogy jön a képbe a lendület? A lendület úgy jön a képbe, hogy minél nagyobb egy test lendülete, ez esetben a BB, annál jobban áll ellen a ráható egyéb hatásoknak, mondjuk egy kilőtt BB esetében legyen ez, teszem azt, a légellenállás, vagy egy széllökés. Mégis honnan van akkor ez a 20-as BB-vel FPS-re mérés? A kérdés jogos, és valószínűleg történelmi okai vannak. Azt gondolom, hogy mondjuk 15-20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt az, hogy a játékosok mondjuk az AEG-ekbe 36-os BB-t rakjanak. Nem is vagyok benne biztos, hogy egyáltalán létezett 36-os BB, illetve ha BB talán létezett is, biztos vagyok abban, hogy az AEG-ekben nem volt olyan technika, technológia, amivel ezeket a BB-ket meg lehetett volna tekerni. Gondolok itt arra, hogy nem voltak olyan kamrák, illetve hoppá gumik, amik képesek lettek volna ilyen BB-ket megtekerni. Ekkoriban az emberek 20-as, 23-as, talán maximum 25-ös BB-kkel játszottak, és ott a hordozott mozgási energia nem számottevően tér el mondjuk egy 20-as és 23-as BB között, tehát hogyha 20-as BB-vel mértek FPS-t, az nagyságrendileg egy ligában volt mondjuk ahhoz képest, mint hogyha valaki egy 23-as BB-vel játszott. És manapság, amikor egy dobozból kivett AEG simán megteker 30-32-es BB-ket, illetve nem nagy ráköltéssel akár 36-os BB-t is, azért ott már jelentős eltérések keletkeznek mondjuk egy saját 36-os BB-vel megmért mozgási energia, illetve egy 20-as BB-vel FPS-t mért, illetve abból számított mozgási energia között, itt az eltérés már simán ilyen 20% körül lehet. És azért van ez, hogy egyre több szervező mér inkább saját BB-vel Zsult, mint pedig 20-as BB-vel FPS-t. És egyfajta alátámasztásaképpen annak, amit most elmondtam, csináltam egy tesztet saját replikámmal, az MTV-vel egyébként,
beállítottam 20-as BB-vel 395 FPS-re, aztán végigmértem még a 20-ason kívül 7 különböző súlyú BB-vel, ebből készítettem egy táblázatot, illetve kiszámoltam a lendületet, illetve kiszámoltam, hogy a 20-as BB-hez képest hány százalékkal hordoznak nagyobb mozgási energiát a nehezebb BB-k, továbbá azt is, hogy hány százalékkal nagyobb a lendületük. Nagyon fontos, hogy a mérések során semmit nem állítottam a replikán, csak kizárólag a BB-t cserélgettem benne, se a hop-hophoz, se semmilyen egyéb beállításhoz nem nyúltam hozzá. Nézzük meg a mérési eredményeket, illetve a számításokat. Mindegyik mérésről készítettem fényképeket, ezt ahogy sorra-sorra haladunk, szépen bevágom majd a videóba. Az első sorban látható a 0-20-as BB-vel mérés eredménye, ami 395 FPS, illetve a mozgási energiája ebben az esetben 1,45 Joule. Amikor már 25-ös BB-vel ugyanezek mellett a beállítások mellett kronóztam, akkor 368 FPS-t kaptam, ami már kapásból több mint 1,5 Joule, egészen pontosan 1,57 század. És ez közel 10%-kal nagyobb mozgási energiát hordoz, mint a 20-as BB. 28-assal 356 FPS-t kaptam, ami már 1,65 Joule, illetve 13%-kal nagyobb energiát hordoz, mint a 20-as BB. 30-as BB-vel 343 FPS-t mértem, ami 1,64 Joule, illetve hát ez is 13%-kal nagyobb mozgási energiát hordoz. 32-es BB-vel 336 FPS és 1,68 Joule a mérés eredménye, ez már több mint 15%-kal több mozgási energiát hordoz, mint a 20-as BB. 36-os BB-vel 321 FPS és 1,72 Joule mozgási energiát mértem. Ez közel 20%-kal hordoz több mozgási energiát, mint hogyha 20-as BB-vel mértük volna, és azt feltételeznénk, hogy a replika másfél Joule alatt van. 40-es BB-m sajnos nem volt, úgyhogy a következő szint az már a 0-46-os. Hozzáteszem, továbbra sem nyúltam a replikához, tehát ez még mindig az a replika, amivel 20-as BB-n 395 FPS-t mértünk. Tehát 46-os BB-vel 294 FPS-t és 1,84 Joule-t mértem, ez már több mint 25%-kal hordoz több mozgási energiát. 49-es BB-vel pedig 290 FPS és 1,91 Joule mozgási energiát sikerült mérni. Itt a különbség mozgási energiában már több mint 30% a 20-as BB-hez képest. Tehát ugyanarról a replikáról beszélünk, amin 20-as BB-vel 395 FPS-t mértem, és beengedtek vele a játékra boldogan, mert 1,45 Joule mozgási energiát sejtettünk meg a 20-as BB-vel mérésből. Valójában pedig akár 1,9 Joule mozgási energiával is köpködhetek én az ellenfelekre, aztán csodálkoznak a szervezők, hogy miért anyáznak rám. Ha megnézzük a lendületoszlopot, a százalékos különbségek még sokkal durvábbak, mint a mozgási energia esetén. Láthatjuk, hogy a 20-as BB-hez képest mondjuk egy 30-as BB már 30%-kal nagyobb lendülettel rendelkezik, azt meg szerintem hagyjuk is, hogy egy 49-es BB már közel 80%-kal nagyobb lendülettel bír a 20-as BB-hez képest. Fontos itt a lendülettel kapcsolatban megértenünk azt, hogy habár a 20-as BB-t a replikám 395 FPS sebességgel lőtte ki, míg mondjuk a 49-es BB-t csak 290 FPS-sel, mégis a 49-es BB lendülete 80%-kal nagyobb a 20-as BB-hez képest, és ez annál fogva, hogy sokkal nagyobb a lendülete a 49-es BB-nek, azt jelenti, hogy egyenlő távolságon mérve, nyilván ez nehéz lenne megoldani, szóval tegyük fel, hogy a 395 FPS-sel kilőtt 20-as BB-t és a 290 FPS-sel kilőtt 49-es BB-t röptükben, mondjuk 30 méteren újra mérjük, és akkor azt látnánk a lendületbeli különbségből fakadóan, hogy a 49-es BB a saját kezdeti sebességéből arányaiban nem veszített annyit, mint a 20-as BB a saját kezdeti sebességéből. Ez viszont azt jelenti, hogy 30 méteren, például, ha ott van a mérési pont,
a 49-es BB a saját kezdeti mozgási energiájából többet őrzött meg, mint a 20-as BB az ő saját kezdeti mozgási energiájából. És ez az, ami egyfajta tévút, illetve megzavar egyeseket, illetve ebből jönnek az olyan feltételezések, hogy mert például a HP a replikából kilőtt BB a kilövés után gyorsul. Nem gyorsul, hanem kevéssé lassul, hiszen sokkal nehezebb BB-ket használunk a HP a replikákban, mint mondjuk az AEG-ekben. Remélem sikerült elmagyaráznom a különbséget a kétfajta mérés között, és segítettem megérteni azt, hogy miért fontos manapság egyre inkább saját BB-vel zsúra mérni. Ha maradt kérdésed a témával kapcsolatban, akkor tedd fel a kommentekben, igyekszem rá válaszolni. Amennyiben úgy gondolod, hogy hasznos volt számodra ez a videó, tetszett a tartalom, akkor nyomd meg a lájkot, ha pedig szeretnél még hasonló videókat látni, iratkozz fel a csatornára. Szevasztok!